egy költői vénától jól becsípett bolha önéletrajzregényét nekem mondta tolba. Születtem dolhán egy kutyán, 12-ben Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán, anyám egy cipész vérét kicsikarva átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy kis pulipintyó, mint jósuba betakart, de többet akart ifjúi vágyom már tavaszra, átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papipája lebegett, a lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkész ült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tansa jámborság nem kötött le sokáig, megláttam másnap a szakácsnő bokáit, fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne, sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszak tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem agyonnyom. Nem maradtam egy estét sem, elszöktem a sekrestésben, aki velem a kocsmába tántorgott. Magához vett a kántorot, s hogy lett tanyám egy tanár úr nadrágja? Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kiárta. Tanulnunk ugyancsak ritkán akaródzott, de mivel az osztály sűrűn vakaródzott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamban. Érettségi vizsgánkon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet az egyik színpadon, de nem szerepeltem sose a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem marad, soha se enged kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba. Az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznőm, felelőtlen fruska, ráerőszakolt egy színikritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem, de rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz egy-két napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. És ezzel a bolha jól belém harapott. Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át, tova tűnt egy kóbor ebben kutyagolva, s lett, ami volt, kutyabolha.